Szép jó estét kívánok! Köszöntöm az Agrárinfó nézőit, vendégem Zászlós Tibor, jelen esetben a Nemzeti Agrárgazdasági Alelnöke, illetve természetesen az állattenyésztésről is esik szó, majd így aztán az Állattenyésztők Szövetségének elnökeként is. Annál is inkább, mert önt idézem, tisztelettel köszöntöm. Nehéz helyzetbe kerülnek az állattenyésztők, a jelentősen emelkedő takarmányárak ugyanis drasztikusan megdrágítják a termelésüket, ezt a világgazdaságnak nyilatkozta, és valóban így van, én megnéztem a szakirodalmat, illetve a szakmai lapokat, óriási áremelkedés várható. Mit okozhat ez az állattenyésztőknek, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez az alapja az állattenyésztésnek, hát a szakértelem mellett nyilván a takarmányárak kiemelten fontosak. Nagyon nehéz évet jelent ez a elkövetkező időszakban az állattenyésztőknek. Nyilván ezt segíteni fogják azok a brüsszeli és hazai támogatások, amit az előző műsorban beszéltünk, a 80%-os nemzeti vidékfejlesztési támogatás. De jelenleg, ugye pont a horeca szektornak a beszűkülése kapcsán, és a takarmányárak drasztikus emelkedése okán bizony az átvételi árak a késztermékbe, akár legyen ez baromfi, akár legyen marha, bizony, sertésről már így mond, ne is beszéljünk, hogy milyen drasztikus árcsökkenések vannak. Tehát ha megnézzük azt a grafikont a 2020-as évbe, ami úgy indult, hogy a jövedelmezőség ezeknél az ágazatoknál magas szintű volt a költségekhez képest. Körülbelül a május-júniusra csapott át, és bizony most már a költségek meghaladják az átvételi árakat. Tehát ha belegondolunk abba, hogy több mint 500 forintos sertés kilogrammonkénti átvételi árról most megint 350 körülre csökkent, és örülünk, amikor 400 körülre kandikál ugye az ár, akkor ez egy brutális csökkenés. És ugye ezeket a dolgokat most akár takarmánypiacról légyen szó, bizony nagyon kitettek az import termékek iránt, vitaminok, ásványi anyagok, különféle premixek tekintetében, hiszen csak viszonylag kicsi premix gyártás van Magyarországon. Tehát általában ezt ugye külföldről szerzik be a vitaminok. Van olyan vitaminféleség, amelyik háromszorosára emelkedett, mondjuk a E-vitamin. Persze van olyan is, amelyik megmaradt, de ha azt mondjuk, hogy fehérje hordozók tekintetében 170 ezer forint körüli ugye a szója ár. Ha azt nézzük, hogy a repce dara is 100 ezer forint fölött van, tehát figyelembe véve ugye ezeket az árakat, amikor tudjuk jól, hogy hát a repce dara más beltartalmi érték, mint a repce olaj, és hát hogy az 100 forint fölött van most, attól függ, hogy milyen mértékegységbe nézzük, akkor az nem rossz, de hát 126-130 körül volt a repce átvételi ára, és most a repce dara 100 forint fölött van, bizony, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz év lesz, és az a kedvező tejár, amelyik most még mindig jól tartja magát és jövedelmet termel, az pillanatokon belül költségszinten több mint 10 forinttal fog emelkedni, és ekkor már nem fogja tudni fedezni. Ha megnézzük a forintnak a gyengülését az euróhoz képest, akkor ugye az importtermékeknek az árát ez sem segítette. Igen, gázolaj emelkedés és a többi. A gázolaj emelkedés is, és akkor ott van a alaptakarmányoknak az igen erőteljes emelkedése, amit ugye a növénytermesztők és a növénytermesztő gazdaságok boldogan hát tudomásul vettek, de bizony az állattenyésztőknek ez mind egy-egy szegmens, egy-egy szilánk abba, hogy a puzzle összeállva bizony egy nagyon drasztikus költségemelkedést jelentsen. Ezért fontos, hogy
azok az innovatív beruházások, amit most a kormányzat támogatni fog a vidékfejlesztési programba, megvalósulhassanak, hogy az állattenyésztésben is mindinkább a precíziós tartási módok elterjedjenek, mindinkább valóban gramokról, dekákról beszélhessünk, és ne kilókról, amikor egy-egy kiló hús előállításáról van szó, és valóban olyan finom hangolást kell elvégezni költségszinten is az állattenyésztésbe, mint ahogy szoktam mondani, ma már megtörténik egy üvegházba, ahol mikrogramokkal mérik a bevitt tápanyagokat, ugye a vízkultúrás termesztés tekintetében. Hát a iparban nem is beszélve, mert ott a századmásodpercek is egy-egy műveletnél fontosak. Tehát nem tekinthetünk el attól, hogy bizonyos iparba és más területen meghonosodott közgazdasági módszereket az állattenyésztésbe is bevezessünk, pont a költségnövekedések okán, pont az életbe maradás okán. Ehhez az Agrárgazdasági Kamara is nagyon sok segítséget próbál és tud adni információba is, és hát maga ugye a kormányzat is értelemszerűen a gazdaságpolitikai elképzeléseibe ezt támogatja. De nehéz év lesz az állattenyésztőknek, hiszen a állati vírusok mellett, ami most a madárinfluenza, így van, madárinfluenza, H5N8 újból ugye pusztított, és ezért, ha egy kicsit beletérhetek, vagy rátérhetek, akkor bevezetésre kerül az úgynevezett krízisbiztosítás. Jelenleg tudjuk, hogy a biztosítási kockázatokat három módon próbálja a jelenlegi rendszer megoldani. A díjtámogatással, ez ismert mindenki előtt, tehát a biztosítási díjak támogatásával, a jégelhárító rendszernek a kiépítésével és ebbe való segítséggel. De rendkívül fontos az, hogy a későbbiek folyamán az állattenyésztők is tudjanak valamilyen módon plusz jövedelem, nem plusz, tehát a jövedelemhez jutni akkor is, amikor akár vírusos állatbetegségek, tehát az állami kártalanításon túl sújtják őket. A világban egyedül Amerikában kezdték ezt a krízisbiztosítást bevezetni, az Európai Unióba, nálunk kerül bevezetésre Európai Uniós országokba először. Ez azt jelenti, hogy ez nem csak ugye az állatbetegségekre, hanem a közgazdasági anomáliákra is fog biztosítást nyújtani, és bizony, ha a jövedelem 30% fölé csökken, nem önhibájából a gazdálkodónak, hanem akár a euró-forint változástól kezdve ebbe minden beletartozik, akkor a krízisbiztosításból támogatást kaphat. Ez azt jelenti, hogy minden egyes kár, ami 30% fölött van, ez uniós szabály, tehát ezt nem Magyarország találta ki, annak megkaphatja a 69,9%-át, tehát teoretikusan 70%-át, a 30% a keletkezett kárnak, ugye nevezzük ezt önrésznek, tehát nyilván, hogyha 100%-os kára van, akkor 70%-os térítés van, és 30% pedig uniós szabályok szerint nem kerül térítésre. Tehát az, amit saját erőből kell kigazdálkodnia. De azért legyünk tárgyilagosak, egy 70%-os kárenyhítés azért az egy nagyon-nagyon komoly dolog. Ilyenre eddig még nem igen volt példa. Természetesen mindazok február 1-től és 28-áig ennek a rendszernek a részesei lehetnek, akik gondolják, hogy ebbe a krízisbiztosítási formába belépnek. Én most nem akarom a mellékletben sorolni, hogy milyen állat, mennyi forintba kerül a biztosítása, hektáronként mennyibe kerül, növénytermesztők, meg gyakorlatilag üvegházakat hogyan lehet biztosítani. Tehát egy komplett rendszer van, ami alapján a díjtétel kiszámolásra kerül,
akinek van természetesen tételes költségelszámolása, van raktározási lehetősége, és 3 gazdasági évet tud mutatni, azok pályázhatnak, de ott még más kitételek is vannak, ezeket most nem részletezni. Nyilvánvaló, hogy a megjelent rendelet és azoknak a mellékletei ezeket tartalmazzák. Tehát ebből megint az látszik, hogy van lehetőség jó biztosításokat kötni. Itt az a kérdés, hogy mindenki válassza ki magának a legjobban testre szabható biztosítást, amit ő úgy érez, hogy a leginkább tudja hasznosítani, és a leginkább árérték arányba megfelel számára. Igen, hát a kárenyhítési rendszer rendkívül fontos, hiszen tudjuk, az a 4 pillér, ami ezt összefoglalja, és 2012 óta rendkívül sok lépés történt, hogy valamennyi mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkozó gazda részesülhessen ezeknek az alapjaiból, hiszen ez az öngondoskodás és a szolidaritás elvén épül. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a kockázatkezelő közösségi rendszer, akkor bizony mondom, hogy erre óriási szükség volt. Hát igen, a kárenyhítési rendszer ugye először az aszálykárakat tudta mérsékelni, nyilvánvalóan a növénytermesztők kiesését, elnézést kérek, de először az előzőben csak 2 mondtam el, átértem utána a krízisbiztosításra. Ugye, a harmadikként ugye ezt kell mondani, mert ebből jött az, hogy az állattenyésztőknek is legyen a hasonló biztosítási lehetőségük, mint a növénytermesztőknek, hiszen ott az aszálykár az, ami komoly gondokat okoz, az állattenyésztésbe pedig közgazdasági változások, de a növénytermesztésbe is a közgazdasági körülményeknek a változásai, az úgynevezett közgazdasági anomáliák, piaci viszonyokban történt változások számukra is fontos lehetőséget biztosítanak a krízisbiztosítás révén. Nos, hát a legújabb hír, és akkor most tevezzünk más vizekre. Egy szakember azt mondja, hogy emelniük kell a lisztárat a malmoknak januárban, tehát most ebben a hónapban, különben nem biztosítható a működésük. Mondja ezt a Hajdú Gabon, az ERT elnök vezérigazgatója, én hiszek neki egyébként, feltéve, ugye ő azt úgy fogalmaz, hogy az étkezési minőség az idei magyarországi búzatermésből az általános 65-70% helyett 30% mindösszesen. Ez lehet, hogy országszerte így van, én viszont a Fejér megyében, de a Mezőföldön vagyunk otthon, és azt mondjuk, hogy bizony függetlenül attól, hogy szélsőséges volt az időjárás, ez mintha túlzó lenne. A szakember egyébként kifejtette, hogy már 60.000 forintnál is magasabb egy tonna búza ára, ezt tudjuk, hogy ez valóban így van. A lisztárak viszont csak 56.000 forintos búzárat fedeznek. Egy kicsit mélyüljünk el ebben, hogy ez hogy igaz, mert nem vitatom, hogy az országra ez valamilyen szinten valóban igaz, hogy csökkent a búzatermés. Bár mondom, hogy mi körbejártuk, tehát Sárbogárd környékén, sőt az Aranybulla ZRT-nél, itt Székesfehérváron is, a minőség remek volt, tehát ahhoz képest jó közepesnél is jobb, ha úgy tetszik, a mennyiség pedig megfelelő. És ennek ellenére mégis ilyet olvasunk, és pontosan ezért a liszt és a gabona árak növekedése miatt azt jósolják, hogy jelentősen megnő a kenyér ára is. Ez egy komplex kérdés most így. Nagyon komplex kérdés, de kezdjük el a részeit felbontani, és tematikusan haladni ebbe a dologba. Első nagyon fontos dolog, hogy valóban minden idők egyik legnagyobb emelkedését produkálta az étkezési búza ára az elmúlt időszakban. Ez tény. Tudjuk azt is, hogy amikor az alapárak nagyon emelkednek, akkor a feldolgozók bajba vannak átmenetileg, hiszen nem tudják érvényesíteni a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok felé ugye azt az árnövekedést. Így voltak a tavalyi év elején ugye a húsfeldolgozók sertéshús vonatkozásába, hogy export teljesítéstől kezdve a hazai termékig nem tudták elviselni azt a óriási alapár emelkedést, ami bekövetkezett a sertéshús átvételi árában.
hasonlóan vannak, most értelemszerűen a malmok is. Ott a bizonyos körülmények, ASP, kínai vásárlások, nem akarom sorolni, regulálta a piacot. Azért lássuk be, hogy most pont fordított a helyzet, és azt mondjuk a sertés tenyésztőknek is, hogy nem tarthat örökké, hiszen ez tarthatatlan, hogy ilyen alacsony legyen. Ugyanezt tudom most mondani, hogy hát azért várjunk már pár hónapot, ez nem tarthat örökké, hogy az egekbe csapkod az érkezési búza ára, nyilván, hogy ehhez most valamilyen módon alkalmazkodni kell, az átvihető áremelésektől kezdve sok mindennel, ott is ilyenkor meg kell nézni értelemszerűen mindenféle költségcsökkentésnek a lehetőségét, de azért egyet azért nézzünk meg, hogy én most fejből nem tudom a 2010 előtti, 2000, nem tudom, 4 vagy 7, nem akarok találomra bemondani egy évszámot, de 175 forintra emelkedett a búzalisztnek az ára. Most, ha bemegyünk a áruházakba, azért nem tartunk ki. Bizony. Tehát igen, emelkedett a 120-140 valamennyire, attól függ, hogy milyen boltokba nézzük meg, de itt az átlagos BL55-ös átlaglisztről beszéljünk, ne különleges lisztekről, ami ugye kurensebb, mert azoknak eddig sem volt ilyen ármértékkel mérhető ársávja. Tehát bizony még nem értük el, és nem ezzel akarom mondani, nem azt akarom mondani, hogy érjük el, de bizony voltak már drágább lisztárak is, és sokkal rosszabb jövedelmi körülmények között. Addig továbbra is azt tudom mondani, hogy amennyiben a kenyér ára is a félbarna kenyéré, vagy a kilós fehér kenyérnek az ára emelkedik, az általában nem szokott 10 forintnál többel emelkedni. És ha most továbbra is azt mondom, hogy 42 kg környéki a kenyérfogyasztásunk, tehát a hagyományos kenyérfogyasztásunk, és itt ne különféle fitness kenyerekre és egyebekre gondoljunk, aminek megint nincs ára. Hát aki ezt fogyasztja, annak tudja, hogy 30-40 dek a 400 forint fölött van, mert valamiféle bertartalmi értékben. Hát a sima kenyérről beszélünk. Sima kenyérről, átlag kenyérről beszélünk. Abból, ha 42 kg-ot fogyasztunk egy évbe, akkor ez teoretikusan nagyjából 12 dekát jelent minden nap. Igen. Ha 12 deka kenyér 10 forinttal emelkedett, akkor tudjuk jól, hogy ez hány filért jelent egy nap. Igen. Tehát 5 forintig kerekítünk, itt pedig nyilvánvaló, hogy ez 12 filér, és tehát a pékeknek is meg kell élni, és a pékek, lássuk be, hogy ma már nem ebből a kenyérből élnek meg. Milyen tehát most? A magyar ember nem ezeket a kenyereket, vagy típusú kenyereket fogyasztja általában. Tehát ezért, amikor azt mondjuk, hogy a hagyományos kenyér ára emelkedett, az nagyon kis mértékben fog emelkedni, ha emelkedni fog, és nagyon nagyobb mértékben fog emelkedni mindazok a kedvelt pékáruk, amik hát természetesen hát kurensebbek. Nos, erre azért azt is látni kell, hogy ez megint ideig, óráig fog menni. Világos. A piac regulál. Tehát azt tudjuk, hogy a malomipar az átadási ára az 6-7 forint lesz, ami a boltban megjelenik, tehát amikor mi megvásárjuk, az maximum 15. Igen. Tehát ennyi, egy kiló kenyérnél, és ez a búza kenyérre vonatkozik nyilván. Ez így igaz, tehát én nem látom egyelőre olyan tragikusnak a helyzetet, hogy ez évekig fennállna. Egyrészt, hála jó Istennek, a mostani időjárási viszonyok egyelőre nem látszik, hogy ez a hideg
amit napjainkban élünk, bármiféle problémát okozna a búza tekintetében, bár nem mindenütt van hótakaró alatt, de azt is tudjuk, hogy ez a mínusz 10 fokok, és még a 20-at sem értük el ilyen tekintetben, azért nem szokta a búzát bántani. És ha már itt tartunk, akkor a növénytermesztésnél, akkor egy kicsit szélesebb spektrumban nézzük meg, hiszen legfontosabb kenyérgabonáról már esett szó számtalanszor, tehát nem kell szomorkodnunk a mennyiség és a minőség tekintetében sem, mondom én, viszont általában a növénytermesztésben milyen esztendőt zártunk, hogyan sikerült a felkészülés ebben a egészen furcsa őszben? Ebben az őszben igazából az időjárási anomáliák jobban sújtották a növénytermesztőket, mint a pandémia általi korlátozások. Tehát a bőséges őszi esők hátráltatták gyakorlatilag a vetéseket, ezért a vetések körülbelül 30%-a később történt meg. Ez azt jelenti, hogy a mag később került a talajba, sőt, mi több, még novemberi közepi vetések is voltak, amiknek a megerősödése nyilvánvaló nem történt meg. Tehát még a kedvező decemberi időjárási viszonyokba tudtak fejlődni, most reméljük, hogy ez a fagy, főleg ott, ahol hó nincsen, nem fogja kifagyással sújtani. A tavaszi időszak meg a kedvezőbb lesz, akkor nyilvánvaló, hogy azok a bokrosodási folyamatok beteljesednek, amiről szó van. És ha azt nézzük, hogy a tavalyi év egy La Niña hatást hozott a világba, amire persze jó pár kutató azt mondja, hogy nincs az európai időjárásra hatással, mások pedig azt állítják, hogy igen, és itt is esősebb időszakot hoz, tehát hűvösebb, esősebb időszakot. A világban hűvösebb időszakot hozott, bár ahogy a meteorológiai sok és kutatók mondják, az egy gyenge La Niña volt. Tehát nem hozott olyan fokú lehűlést és olyan fokú esőket, ugye Dél-Kelet-Ázsiában, hogy földomlásoktól kezdve árvizekig minden lett volna. Tehát mindenképpen, hogy egy kisebb lehűlés van az időjárásban lennénye elhúzódó hatása miatt, és ilyenkor az egyes kutatók azt mondják, bár mondom, többen cáfolják, hogy a tavasszal több eső van Európa déli és közepén levő országokban. Hát ha ez így igaz, és tételezzük föl, hogy reméljük, hogy most ez a teoretikus állítás igazolódva lesz, akkor a búza köszöni nagyon jó lesz, és bár még rengeteg időt fog kint aludni, tehát lehet, hogy önmagamat kell megcáfolni, ez is hipotetikus, amit mondok, és abban a pillanatban a búza ár, sajnálatos, nem sajnálatos, de a piaci viszonyok hatására csökkenni fog. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az Agrárinfót látták. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra.